a járvány egyszer csak egy kora tavaszi, talán március volt, amikor ez kitört, kihúzták a szőnyeget a lábad alól, nincs amin gondolkozzál. Másfél év mély repülés után előrángattam magamból egy kastélyprojekt című koncepciót. Derdák András vagyok, és kultúra közvetítő vagyok, az az én szakmám. 18 éve élek, félig Franciaországban, félig Magyarországon, és 51 éves vagyok. 2011 telén jöttünk ide, tehát most már annak 13 évet. Abban biztosak voltunk, hogy délre akarunk jönni Párizsból, ugye én Párizsban laktunk előtte 5 évet. Kiírták pályázatra a Párizsi Magyar Intézet igazgatói posztját, amit én megpályáztam. Avval kezdtem, hogy megpróbáltam, amit nagyon kevés pénzből meg lehetett tenni, modernizálni a dizájnt, megpróbáltam felfrissíteni a programstruktúrát, sokkal maibbá tenni a programkínálatot képzőművészetben, zenében. Elkezdtem kivinni a programokat olyan helyekre, ahol a franciák megfordulnak maguktól is, és nem vártam el tőlük, hogy ők bejöjjenek. És hát egyre nagyobb léptékekben dolgoztunk egészen odáig, hogy az egyik éves, minden évben a francia kulturális miniszter adott egy fogadást a külföldi kulturális intézetek igazgatóinak. Azt találtam mondani a fogadáson, hogy a Párizsi Magyar Intézet az egyik legjobban látszódó külföldi kulturális intézet Párizsba. Azt hiszem, hogy egy fél évet lógtunk össze, tehát egy fél évet szolgáltam én még Fidesz kormányt. Az látszott, hogy ez nem lesz sima. Semmelyik oldalról, tehát én nem tudom képviselni azt, amit ők elvárnak tőlem, ők semmilyen módon nem bíznak meg bennem, és erre minden okuk megvan. Párizsban nem akartam maradni, mert nagyon szép város, meg nagyon szimpatikus város, meg nagyon jó város, de azért el lehet benne fáradni, szóval az úgy elég volt 5 év belőle. A választások után kezdtük el gondolkozni, hogy mit csináljunk, és az látszott, hogy ha én hazajövök, akkor nekem ottan sok babér nem fog teremni. És minden alkalom, amikor innen fölmentünk valahonnan, mondjuk Avignoni Színházi Fesztiválban most éppen tegnap kezdődött el, vagy a Cannes-i Fesztiválra jöttünk valamilyen munkaügyben, akkor ugye a TGV-n visszafele sajnáltam, hogy miért megyünk innen el, hát itt annyira jó délen, annyira szimpatikusok az emberek, süt a nap, jó idő van, az egész olyan élhető és klassz és lakható. Ebben a fázisban ért a telefon Gerendai Károlytól, aki megkérdezte, hogy nem volna kedvünk ellátni a francia képviseletét a szigetnek. És most vissza Magyarországra. Robbie Williams után a tegnapi Avicii nap is teltházas volt a sziget. Mikor meghirdetik a dátumát egy rendezvénynek a következő évre, akkor elkezdett megszervezni a jegyeladást, hogy hozzá lehessen férni. Elkezdett megszervezni utazásokat, utazási irodákkal, buszok bérlésével, repülőjáratok bukolásával. Aperónak hívják a francia kempinget, mert ez azt jelenti, hogy aperitív, amit délután a franciák fogyasztanak. Ez azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amiket ők keresnek. 10 éven keresztül ez volt az elfoglaltságunk, hogy aztán a végére már a szerbiai Exit Fesztiváltól kezdve egy romániai elektropartig, a Dracula kastélyban mindenféle kelet-európai fesztiváloknak láttuk el a francia képviseletét. A végső időkben csak Franciaországból kb. 80 ezer embert vittünk minden egyes sziget kiadásra. Az volt a szerencsénk, hogy bárhol lehettünk. Mi már akkor távmunkát végeztünk 2011-ben. Ça va? Bah oui. Ça fait le faux, hein? Le faux. Imádom a reggeleket. Olyan végigjönni ezen az utcán, amit most végigjöttünk, mint az Amelie-ben az a filmjelenet, amikor reggel elkezdenek kinyitni a boltok, és mindenki köszön mindenkinek. És semmi különös nem történik, mindenkivel vált az két mondatot, annyit, amennyivel most az éttermes megszólított, hogy van egy ilyen nagyon emberi, nagyon kedves, közvetlen mindennapi része ennek ilyen. De hogyha egyébként Monterrey ennyire jó és ennyire otthon, akkor miért is akartok elmenni innen? Nem az motivál főleg, hogy innen elmenjünk. A járvány. A járvány egyszer csak egy kora tavaszi, talán március volt, amikor ez kitört. Ugye Franciaországban kijárási tilalom lett, hamarabb, mint Magyarországon már májusra betiltották az összes nyári rendezvényt, tehát látszott, hogy itt nem lesz szezon. A Covid elvette a mi munkánkat, ott maradtunk munkanélkül, és egyszer csak a legnagyobb kiadásunk az a lakbér lett. És amikor nincs bevételed, viszont havi, ezért nem tudom én,
1200-1500 eurót ki kell fizetni, akkor elkezded vakarni a fejed tőle, hogy akkor ezt hogy oldod meg? Egyszer csak kihúzták a szőnyeget a lábad alól, nincs amin gondolkozzál, és az agyadat nem tudod leállítani, nem lehet lelőni, és üres járatba pörög, és ennek előbb-utóbb rossz gondolatok lesznek a következményei, mert nem tudod magad kihúzni a realitásból. De elkezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehetne csökkenteni a legnagyobb kiadásunk előlépő lakbért, és az derült ki, hogy ha elkezdek eltávolodni Montpellier-től egy olyan 30-50 kilométert, akkor elkezd lezuhanni a lakásoknak az ára, meg az albérleteknek az ára, ami nem meglepőhet, ez mindenhol itt van a világon, csak hogy rájöttem, hogy ezen a környéken van egy olyan ingatlan fajta, ami Magyarországon talán nincs, vagy én legalábbis nem találkoztam vele, ami lakásnak nagyon nagy, de lehet benne valami mást is csinálni. Másfél év mély repülés után előrángattam magamból egy kastélyprojekt című koncepciót. Azt gondoltam, hogy akkor most van itt a pillanat, amikor kicsit szakmát váltok, kicsit életmódot váltok, és ott hagyom a várost, és falura költözvést egy vendégházat, egy vendégfogadót álmodtam meg, hogy abban én otthon érezném magam. Egy olyan vendégházat, aminek a gazdasági alapja az a vendégfogadás, tehát a turizmus, szálláshely, de az önszórakoztató része az persze kulturális programszervezés marad. Anita, az én feleségem nagyon nem lelkesedett erre az ötletre, mármint hogy ez a falura menés, ez neki nem barátja, ez a gondolat. De amikor ezt eljöttünk és megnéztük először, egy ingatlan közvetítő megmutatta, akkor úgy kimentünk ide a ház elé, egymást néztünk, és azt mondjuk, hogy wow, ezt azért el tudnánk képzelni, hogy ebből lehetne egy jót csinálni. És még ő is azt mondta, hogy ezt el tudja képzelni. És akkor elkezdtem ezzel matatni, elkezdtem az ingatlan közvetítővel alkudozni, az árba, nem tudom, mindenfélébe. Egy éves periódus terveztünk a felújításra, aminek a végén lesz egy 5 szobás vendégház, egy viszonylag jobb minőségű, ezt nem mondom, hogy luxus, de egy viszonylag drágább vendégház, ami mellett lesz egy 30-40 fős dormitori, tehát egy hostel, ami ilyen turista szállásszerű, az se az alap, hogy egy szobában be van rakva 15 ágy, vaságy, és akkor ottan lehet aludni. Ez lesz a párnál. Ezt oda teszem. Tulajdonképpen erre van fölhúzva a vállalkozás, ennek a bevételei fognak minket eltartani, és ennek a bevételei fogják visszafizetni azt a befektetői tőkét, aminek hála megvehettük az ingatlan. Emellett van egy hatalmas parkszerű kertje a helynek, és ott elsősorban gyerekprogramokat álmodtam meg. Itt a bejárat, igen, mindenféle szobák nyílnak. Szerintem, ami az épületnek a központi lelke lesz, vagy a szíve, ez lesz az étkező. És ami nekem most a legfontosabb, és amin a legtöbbet dolgoztam tulajdonképpen az elmúlt hetekben, az a konyha. És akkor itt most már mindenféle árajánlatom vannak, és jönnek ki barátok, és ezt elkezdjük megcsinálni. I'm an architect, and I work in Montpellier. I've been working in Montpellier for maybe now 20 years. I met Andreas by the school of my girls, of my daughters. We spent a few moments, few times of discussion about his project, in the south of France. Az egész projektben nekem egy nagyon fontos szempont a fenntarthatósági szempont, hogyha nem is tudjuk teljesen szeparálni magunkat a külvilágtól, energia, meg víz, meg mindenféle szempontból, de maximálisan törekedjünk arra, hogy csak fenntartható anyagok, fenntartható működés legyen. One of the first thing we told to András was we need to work with an engineer, especially on the question of the climate, because the climate of the Valais is very special. There's a river which can
which is able to cool the area during summer. Olyan céget kértünk föl például az energetikai melóra, szigetelés, meg hűtés-fűtés, meg ezek, akik kifejezetten a fenntartható fejlődéses házaknak a kutatásával foglalkoznak, tehát egyszerre tervezőiroda, de egyszerre egy egyetemi kutatóműhely is. When we started to work and to talk about this project with András, I was not surprised, but I was very interested by this this goal, yes, to change also and to bring sort of yes community hub in this house, and which is easier to do with the garden. Ez ugye azt tudja ez a kert, hogy minden oldalról zárt, hogy itt le lehet ülni, el lehet kezdeni beszélgetni és iszogatni. A legcsodálatosabb része az meg ott a patakpart, szóval azért az, hogy az nem tudom mennyire hallatszik, hogy van egy folyamatos csobogás, ilyen csordogálás, ami elképesztő békésé teszi ezt a helyet. His philosophy is really different. I mean, the key question for this kind of project is the philosophy you can have. He could have built the project in a very private way of thinking, even if he's not in a rich part of the population. Összeállítottunk egy teljesen rendes üzleti tervet 10 éves megtérüléssel, leírásokkal, számításokkal, turisztikai háttérkutatásokkal, foglaltsági mutatókkal, amiket le lehetett kérni a helyi statisztikai hivataltól. Tehát ezen dolgoztunk csak azon, hogy befektetők legyenek, ezen dolgoztunk tulajdonképpen 3-4 évet. Első körben azt gondoltam, hogy néhány viszonylag gazdag barátom erre azt mondja, hogy ez jó ötlet, csináljuk. És azért vannak olyan ismerőseim, akiknek 500.000 euró az nem jelentenek különösebben nagy terhet. Legnagyobb meglepetésemre én készült, hogy hát ezt nem értik, hogy mit akarok itt csinálni, hogy ez mi van? És akkor elkezdtem másokat megkörnyékezni, olyan embereket, akiknek volt egy kis spórolt pénzük, szívesen tudták volna azt Magyarország határain és a forint lehetőségein kívül. Sok szempontnak kellett megfelelni, hogy ez összeálljon, ez a 12 bátor ember, aki végül társunkhoz szegődött. A projekt összértéke az nagyjából 1 millió euró mindennel együtt, okkal vonóval, és akkor azt gondoltam, hogy ennek a kétharmadát össze tudom szedni befektetőktől, és egyharmadát bankhitel fogja finanszírozni, na ez a lába ez nem lett. De annyi összejött, hogy meg tudjuk venni, és el tudjuk kezdeni a felújításnak azt a részét, ami önkéntesekkel és a mi saját munkánkkal még megoldható, mert egy csomó mindent meg tudunk csinálni mi magunk, a festéstől a villanyszerelésig, az okos otthontól a nem tudom meddig a berendezés csinosításáig. És azt gondolom egyébként, hogy ez egy szórakoztató periódusa lesz ennek az egész projektnek, hogy egy évig ugye lehet ide jönni, részt lehet venni, be lehet szállni, nem tudom, át lehet élni, szóval hogy itt lehet lenni. A régiót úgy hívják, hogy Széven, Les Széven. A fellendülését az a reformációnak köszönheti, vagyis a Nanti Ediktum után kialakult református, és, illetve protestáns és katolikus konfliktusnak, amikor is a katolikusok elkezdték elvágni a protestánsok torkát Montpellierbe, az 1600-as évek vége felé, akkor el kellett meneküljük a városból, akkor építették ezt a házat is, tehát ez 1600-as évek végén. Olyannyira búvóhelyként szolgált ez, hogy mind a mai napig megvan az a kis cella, ahova el lehetett rejtőzni, hogyha jöttek az ellenségek. Ez a mögöttem álló kis sufni volt az, ami el volt barikádozva és elő volt tolva mindenféle, és akkor itt lehetett megbújni, ez volt a pánikszoba. Azt látom ebbe a falu közösségbe, hogy iszonyú befogadók attól, hogy ez egy ilyen kicsit menekült hely volt történelmileg. Attól nagyon sokan ide jöttek, és ezért mindenki iszonyú kedves és nyitott, és bár egy kis falu, mégis valahogy úgy érzem, hogy úgy fogad bennünket, mint ahogy annak idején Dél-Franciaország fogadott 13 évvel ezelőtt. Nem sajnáltatnám magam egy percig se az én nehéz sorsommal, de az tény, hogy haza nem áll módomban menni, mármint hogy Magyarországra nem tudom elképzelni, hogy menjünk, és abból a szempontból vagyunk menekültek, hogy a járvány az lehetetlenítette az eddigi megélhetésünket, tehát váltanunk kellett, ki kellett csiholnunk magunkból valami újat, valamit, amit eddig nem csináltunk, és mégis biztosítja az életünket. Nem is csak a megélhetésünket, hanem a túlélésünket.
nincs más ötletem, hogy mit csináljak az életemben, és ez viszont nagyon vonzó dekor, és nagyon vonzó elfoglaltság. Én szeretek, tulajdonképpen szeretek vendéget látni, tehát ez egyáltalán nem idegen tőlem, szeretek emberekkel beszélgetni, szeretek emberekkel lenni.